Alesz Bialyacki bebörtözött fehér orosz aktivista, az emberi jogokat védő Memoriál orosz szervezet és az ukrán polgári szabadságjogok központja kapja idén a béke Nobel díjat. Jelentette be péntek délelőtt a kitüntetést odaítélő testület illetékese Oszlóban. A Nobel indoklása szerint a díjazottak a civil társadalmat képviselik hazájukban, és évek óta kiállnak azért, hogy az emberek szabadon bírálhassák a hatalomban lévőket, és érvényesülhessenek az állampolgárok alapjogai. Kiváló munkával dokumentáltak háborús bűnöket, az emberi jogok megsértését és a hatalommal való visszaélést. Együtt azt demonstrálják, milyen fontos a civil társadalom a béke és a demokrácia szempontjából, tudatta közleményében az oszlói testület.